József Attila, kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged. De nem futja már, látom az időből, a tömény tűz eléget. Utoljára szabad szállásra mentem. A hadak vége volt, s ez összekúszálódott Budapesten. Kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit. A zsákban köles volt már neked, én konok csirkét is szereztem. S te már sehol sem voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad édes emlőd s magad. Vigasztaltad fiad és pirongattad, s lám csalárd hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyírkotkostól üres ajkad, félrevezettél engem, ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél, még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy nem lenni, igyekszel, s mindent elrontsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Süttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitelet. Cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kell káromkodni, kedve, nem hallod? Mama! Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém, a legenda oda, a gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.